ajándékot. Jó, köszönöm, nem kell köszönöm, én csak szeretnék innen kivenni. Ó, milyen finom a popó! Jó, engedj el, engedj el, engedj el! Gabika és Apuka. Na, az egész ott kezdődött, hogy elkezdtük ugye iszogatni. Aztán felébredtem egy szigeten, hazaelvesztem, mert nem emlékeztem semmire. Kiderült, hogy részegen szétduasztottunk egy falut, aztán elfogtak, ketrezbe zártak, a falusok egy bombát raktak a valagomba, kaptam magam elé egy kulvezsek kicsi kutyát, elhajóztuk a Közel-Keletre, ott ugvimester elmondta, hogy jártalnal és időutaztal, egy kínaival építettük egy időgépet, de azelőtt meg kellett öljek egy csomó csemer szörnyet, aztán eljöttük ide utána a kapun Egyiptomba. Na, és hát akkor így kerültünk ide, átjöttünk a félvilágon, érted ember? A testvérem, hogy őszinte legyek, ez egy egész elbaszott történet. Egyre hiányoztam, hogy ide kellett gyerem. De örvendek, ha meglátogattál, egyre hiányoztam. Hát igazából igen, csak ami azt illeti, az... Én, de mindegy, drága testvérem, én örvendek, hogy itt vagy, ez a lényeg. Hát nem az a lényeg, de most már mindegy, no. Nézd a palotámat, testvérem, tetszik mi? Ő egy erősen ügyes távol, arany, gyémat, minden. De hagyd itt a Jencivel. Mondja, testvérem. Hogy lettél te falra jó? Éj, hát úgy, drága testvérem, hogy ezek nem ismerték a pálinkát. És én megtanítottam nekik, hogy kell pálinkát főzni. Hallod, de amikor ezek megkóstultak? A régi falra őt egyben megszúrtak, testvérem. Nyakat elkecintették. Esmer megmentette az életedet a pálinka. Hey, ahogy mondod, testvére. Hallod, de te, tényleg van-e bomba a valagadban? La, mutasd szemek, meg, fogja a szemek. Mi elkezdve, hogy a békén ember? Hey, Jenci, ám, meg vagy zavarodva, hey. Hát ilyen van, és meg akartam nézni. Inkább azt mesélj, de hogy kevertél Egyiptomba? Oui, hát ez úgy történt, hogy... Jaj, adjatok még egy csepp, mondta pálinka. Hey, konnichiwa, szubo, szamurai. Rá, de így adtok tám. Jenci, nincsen. Jaj, ez üres. Jaj, hajó, s menjük te, húzod az arvócot. Oui, beste, hogy nézzük? Igazából legyen történet, drága testvérem. Na jó van akkor. Így, de gyere testvérem, megmutatom a városomot. Én ezt ma szeretem ember, na lássuk. Fuf, én egy kicsit szétnézek a városba, hogy nem baj. Ha mennyi, mennyi és ümetsz, ha akarsz. Csak éppen ügyel magadra. Fuf, oké, na szia. Na szerusz. Na gyere utaldom. Na jó van, melyek, kíváncsi vagyok, erősen, hé. Hát de testvérem, éppen átöltözök, várjál itt meg, jó? Jó van. Jó napot, faraó! Mi a pofád lapos? Jövök, sietek! Én mennyit öltözik ember? Rabicosz, testvérem! Ué, mi ez a gúnya táv? Ué, ez a faraó öltözékem. Éhó, milyen pulvered van, hé? Mi van rajta? Sőr? Hé, testvérem, én terveztem. Koronas minden. Tetszik mi? Neked is kérde mi? Na, hova menjünk, Naua? Ő, Jenci, miféle épület ember? Mi testvérem, nem más, mint a kincstár. A kincstár? Menjünk nyugodtan előre, testvérem. Jó van. Ahé, kincstár! Jé, mennyi arany gyémalt ember! Ez már igen, ez már kincstár! Hé, jaj. Mi? Miről beszélsz, drága testvérem? Ez nem a kincstár! Mi, de hát itt van egy csomó arany! Nézd meg a táblán, a nyíl merre mutat! Jaj! Drága testvérem, ez a kincstár! Jé, mennyi ital ember! Sör, bor, pálinka! Ez az igazi kincs, drága testvérem, az ital! Nem az arany! Hallod, a Jenci, ebben a ládában mi van? Én, drága testvérem, egyet találhatsz. Valahogy gondoltam. A parasztok se arannyal fizetnek, hanem itallal. Ez az új rendszer. A Jenci rendszer. Nem rossz rendszer, hé. S hallod, a Jenci, mit fogsz csinálni ezzel a temérdek sok itallal? Hát testvérem, eladom. S a pénzt? Hát eliszom. Na hát, be vagyunk akkor. Gyere, megmutatom a szobát, ahol szoktam szórakozni. Szórakozni? Igen. Ülj be vagány, ha az ember. Mi? Üdvözöllek a szórakozó szobába, testvérem. Mi van itt, ember? PS4. Itt szoktam játszani, filmeket nézni. Milyen filmeket szoktál nézni? Én hát ilyen por, vagyis hát a, ilyen dokumentumfilmeket. S itt hátrébb mi van még? Én gyere, megmutatom. Sajnod, a Jenci, itt a szórakozó szobába te mit szoktál csinálni? Ha mit lehet a szórakozó szobába csinálni, drága testvérem? Ha inni? Ja, jó van akkor. Ha mit gondoltál, meditálok? Miféle gépezet itt a falon? Hát az... Mire való ez a kar? Ugye, mi a nagyja vagy a Jenci? Ugye, hát az egy gépezet. Miféle gépezet, hé? Ha ide felülök, és kezdem kapcsolgatni a kart, fogadjunk ez a bot, felmen a valagomba. Hát az nem biztos, drága testvérem. Igazából ez egy masszázsgép. Mi? Na la, próbáld, Ceki, próbáld ki. Hát ez ilyen... Hát... csak fel szépen, la. Nem működik. Jaj, Jenci, mi lett, hé? Jaj, drága testvérem, jaj. Ki virágzott az anusz rózsád? Többet ne hazudjál nekem ilyen keckelőgépekről, jó-e? Jó, van testvérem, jaj, megígérem, jaj.
Itt van, Jenci. Ugye miféle környék tála? Mi ez a pálinka főzde, drága testvérem? Pálinka, ugye? Gyere, lessél béve. Ide betkészül a legfinomabb pálinka a világon. Na, lámsza. Mi a nagyja vagy ember? Ha Jencit, mindenki ki van dől ember? Ha mi a devlat várta, drága testvérem? Ez a pálinka főzde. Ők tesztelik a pálinkát. Az a jó pálinka, ha kint? A pálinkát bírni kell, ezek csak szar emberek. Igazad van, drága testvérem. Arra jessé hújó reja. Ugye, gyere, mutatok egy másik hely. Ide figyelj, ez a hely az én kocsmám. Jenci kocsmája. Ugye, saját szezgyárod, saját bárod és van ember. Azt a é. Hát aztán én vagyok a fára, jó? Nézd csak fel, drága testvérem. Ha Jenci kocsmája. Ilyen kocsma, drága testvérem, sehol nem kapsz a világot, csak és itt, Egyiptomban. Az igen, é. Na gyere, együk meg valamit. Én is azt mondom. Na nézzel ezt meg, milyen kocsmád van, ember. Úgy látszik, nincsen senki, mindenki másnapos. Én nem is csodálkozok. Na mit iszunk, Jenci? Hát te feles pallika, vegyük béve. Agy Isten, Mário, hogy szolgál az egészséggel? Jó napot kívánok. Ja, Jenci, megmondtam, hogy többet nincsen ingyen ital. No. Ha most az egyszer, na itt a komám, ha valamit töltsél, no. Hiszen nincsen pénzed. Milyen pénz, örökké ingyen iszik itt. Annyi adósága van, hogy a piram is lehetne építeni belőle. Mi, de hallgass rá, drága testvérem, ez a Mário fest hazudik. Az a baj, nekem sincs, vagy lejje van csak. Ilyennyi csóró, csemer, mocskot, bütű embert, egy helyen még nem láttam. Hallod, én vagyok a fára, jó, sajnál már meg a kobába, légyük meg a feles pálinkát, no. A giga, ki van száradva, no. Menjetek én a disznóknak a mocskos szára, ember, hagyjatok engem békén, csövesek. Mondtam, nincs pénzetek, takarodjatok kifelé. Na gyere testvérem, hagyjuk békét a devla, hogy vittem oda el a pofáját. De hadd ebbe béfolja fára. Mi mit mondtál? Te lekarok, mert visszalépek kicsi barátom, és akkor hagytok a pofád leszakad. Nezd meg ember. Hadd ebbe testvérem, a fogyatékos. De hadd ebbe valaki ez békén, de lépjek gyorsan. Jó van. De itt lakik. De ki a táv? Hát ez egy csajszik a helye, csajom. A csajod? Igen, de a jövök. Csak egy menetet legyobunk, drága testvérem, de jövök. Csinosz itt várja, végig meg. Én megbírod, drága testvérem, na, nem lesz olyan hosszú, jövök mindjárt, na, jó? Jó van, Jenci, jó van, na. Én, amíg végez, elisz egy sört, megiszok valahol le. Csak már es kell menni. Na, mit csinál? Nézzük már vissza. Én a végeztem, drága testvérem. Én, hát egy gyorsan ment, Jenci. Én a rekordot döntötte, drága testvérem, 15 másodperce. Na, hova megyünk? Na, mit akarsz mutatni most te? Na, gyere testvére! Megmutatom neked, hol van az alkoholmentes sörgyár. Ahé, alkoholmentes sörgyár? Így van, drága testvérem. Látod-e a nyíl? Mutassa, hogy bárra kell menjünk. Na, jó van, akkor na, induljunk el, menjünk, lám, hogy néz ki? Na, gyere testvérem! Ő, Jenci, meddig kell még menni, Noah? Nem látom sehol azt az alkoholmentes sörgyárat. Éhá, azért nem látod, drága testvérem, mert nincsen olyan. Ja, jó van, akkor hát ezt hamarabb is mondhattad volna. Ez a hely, drága testvérem, az egyik kedvenc helyem. Éhá, na láme, miféle hely, hé? Ez a hely egy gondolkodó hely. Erre a helyre szoktam kijönni, amikor filozófiai gondolkodásokba elmélkedek. Szóval, amikor csendben nyugodtan akarsz lenni, akkor ide kijössz. Itt van, drága testvérem. És akkor itt mit csinálsz? Kijössz, itt gondolkozol? Én szoktam gondolkozni, de legtöbbször csak iszok. Az a baj, Enci, hogy akarva menjünk, te mindenhol csak iszol. Így szép az élet, ha mindenből duplát látsz. Ezt már szeretem. De nézd meg, a hódes feljött. Így ne nézd a hódat, mert nem szopsz csak hódap. Én dagadjon bele a lábad az okniba. A mit szólsz, ha itt most eltemetlek, testvérem? Mi? Mit csinálsz tál? Fejezd be, mert nézek, el akar alasni a homokba. Búcsúzzál el az életedtől, drága testvérem. De hülyéskedj, ember, jött szedjék innen, Jenci, ember. Bészartal, drága testvérem. Én csak vicceltem, de fél, nem öllek meg, na. Milyen rossz a pofádot. Ha, de Jenci, milyen buli van itt, miféle itt hely? Hát nem tudom. Menjél, drága testvérem, nézd be, hallá, mi van. Én addig itt megvárlak. Na jó, van. Mi van itt, ember? Jézus Mária! Milyen gamat csemer dolgok vannak itt, ember? Elnézést, de mit csinálnak itt magik, hely? Oh, nézzenek oda, egy szép fiú. Mi jár a bát? Itt mostnak tűnik. Megfogottam a senket. Hagyjatok engem békre, engedjetek el, ember! Már ne adok nektek valamit, evel játszodjatok, ne? Ó, ez micsoda játék, igen, próbáljam. Hadd haláljuk meg ezt az ajándékot. Jó, köszönöm, nem kell, köszönöm, én csak szeretnék innen kivenni. Hiányoztad, drága testvérem. Örvettek, hogy itt vagy. Én is örvendek, Jenci, kovám, csak... Csak?
Mi a baj, Dau? Mi vagy ilyen búva a baszott? Az az igazság, hogy nem azért jöttem, hogy meglátogassalak. Én, ha miről beszélsz, testvérem? Hát igazából én azért jöttem, hogy vigyelek haza, ahol. Úgy, te mit mondtál? Na, igazából a falusiak küldtek. Ide figyelj, drága testvérem, azt csak egyszer mondom el. Ide még a Csíkszentgyörgyi Szent Mária sem viszel egyen haza. De muszáj haza, hogy erre jelenti, nekem ilyen bóba van a valagomba. Ilyen kutyát macskát nem érdekli, testvére. Szétduvasztottál a falut. Én, drága testvérem, azt ketten duvasztottuk szét, a devla vigyel a pofádot. Az is igaz. De jelenti, ha nem jössz haza, akkor a bomba a valagomot széjáveti, és engem a dög levár. Úgy, te hallod? Nagyon felének is tett tényleg, drága testvére. Ezért most meg fogunk mikáddel küzdeni. Készíts fel a harcra. Meg akarsz velem küzdeni, mert? Itt van, párbajozni fogunk, drága testvére. Én nem akarok párbajozni. Ide figyelj, hallod-e, amíg az én városomban vagy ott sem, amit én mondom. Meg fogunk küzdeni, itt te is most. Jó van, ember. Iratkozz vele, ember.